Na jó, van. Elég sokan kérdeztetek már erről, többen is, mint amennyi ehhez szükséges, úgyhogy sajnos neki kell állnom megcsinálni. Na, amit éppen most láttok, az egy 1204-es, 32 bites rendszer. Jó, tehát ez nem Windows, átjövünk ide. És van egy olyan weblapunk, hogy Speedtest.net. Ezzel le lehet mérni a, hát mondhatnám, az interneted sebességét. A tesztet azért csinálom videóval, mert így nem lehet csalni. Tehát mindent meg fogok mutatni, mi hogy működik, nem lesz kikapcsolás, bekapcsolás, tehát egyszerűen semmi. Cserébe meglátjátok, hogy mi a különbség a Linux és a Windows között, mint internet sávszélesség. Annyi előnyöm talán van, hogy itt nincsen tűzfal, vírusírtó, meg ilyenek. Na, ez az eredmény itten. 3 ping, 44 és 50 és, bocsánat, 20 és fél. Jó? És lássuk. Lássuk a másik rendszert. Szépen leállítjuk. Igen, leáll. És utána megnézzük Windows-zal is. Megvárjuk, amíg szépen leáll. Na, állj már le. Ja. Így mutatom, jó? Linuxot kihúzzuk, Windows bedugjuk, start. Jó? Nincsen semmi csalás benne. Ez, ami most indul, ez egy 64-es Windows 7. Nagyon régen nem használtam, azért remélem azért fölállni föl fog. Ez az alaplapnak a logója. Ugye ezt nagyon jól tudjátok, és akkor indul a Win 7 indítása. Tehát ez tinálatok is hasonlóképpen működik. Nagyon rég nem volt elindítva, remélem nem lesz semmi baj közben. Na, ez az. Rövidesen jön a login kép, mert mindjárt. Jó, hát ez Windows, nem kell csodálkozni várni. Ah, megjött a bejelentkező háttér. Beírjuk a... Hé! Hey, jelszót, hova írjam? Azt meg eltűnt minden, hallod? Na, itt van. Beírjuk a jelszavunkat. Vagy... És... Opa! Helytelen! Elfelejtetted a jelszót, te gyökér! Jelszavunkat beírjuk. Na, ez már üdvözöljük. Na, nagyon jó. Most van pont 3 perc. Remélem azért 1 perc alatt csak föláll. Nem veszem el a kamerát innen, mert akkor azt fogjátok mondani, hogy csalok. Nem, nem csalok. Na, ez az. Megnyitjuk a böngit. Ugye. Firefoxotot. Úgy Entert leütöttük, és akkor megvárjuk, amíg betölt a Firefoxunk. Ha elindult a Firefoxunk, akkor fölmegyünk a speedtest.net-re. Közben nem változtattam semmit, ott kívül nincs senki, nincsenek manók, akik elharapják a kábelt. Amit most látunk, az egy digi netes internet. És amit itt látunk, az egy Windows 7 éppen tölti be a Firefox böngészőt. Ha már 4 percnél járunk, mondom, kell egy perc kell legalább, mire összeszedi magát. Na, haver. Azért mondom, még mindig komukóra van, tehát. Teamspeak az már bejött, nagyon jó. Kösz, haver. De megjösszül az sehol. Nem akar jönni. Nem akar jönni. Még mindig komukórázik amúgy. Ó, már kirakta a kis órát. Ezt be szoktam kapcsolni, ezt a kicsi órát. De még mindig nincs böngészünk. Mindjárt 5 percnél tartunk, azok is nincs böngészünk. Szarás, nem? Tiszta gáz. Az mi volt? Az mi volt?
Ott villant valami. Ja, nem mindig semmi. Ne. Na, megjött. Aha, végre. Na. Ez egy I7-es, igen. Ezen nem változtattam. Túl megőrülnék, Gaci, ennyit kéne várnom ezen. Na. Speed. Test. Net. Remélem, jól írtam. Most várunk arra, hogy betöltsön a speed testnet. Gyerünk már, bazdmeg, mit művelsz ennyi ideig? Közben ott van a... Ezt azért megmutatom. Így. Ez a processzornak a mérője. Közben itt villámos gyorsan betölti a speed testnetet. Igyekezzünk ugyanazt kiválasztani, ugyanazt a kis netet. Itt van fönn. Nem tudom mennyire. Látjátok? Mindegy, higgyétek el, jó? Ez a kis pontnet. Tehát ugyanezzel mértünk az előbb is. Nem nagyon látok bármi különbséget. Windows, ez még gyorsabb is, hát ez 40. Jó? Ja, feltöltés. Na! Na! Egyik szokott ilyeneket csinálni, igen. Jó, hát várunk. Egy. Processzor is leült. Semmi izét nem látom. Szóval várjuk a feltöltés kezdését. Na, elindult. Ja, 20 igazán, légy szíves, menjél el, jó? Hú, de gáz. Lefagyott. De dolgozik a proci, hallod, az milyen? Na, ez pedig a Windows-os eredmény egymás után lemérve. Mindenki mondja a konzekvenciát, és hát... Szerintem itt vége is a hiedelmeknek, hogy ez gyorsabb, vagy az gyorsabb.